rátérnék az anyagra, az emberi agy fejlődéséről, ami egy rendkívül érdekes, nagyon látványos dolog tulajdonképpen, hiszen ma is részesei vagyunk, amint éppen fejlődik az agyunk, vagy másoknak az agya. Annak is néha részesei vagyunk, de elég éppen erről beszéltünk, amikor valakinek már kezd visszafejlődni az agya, de hát ez nem kortól függ, nem korfüggő egyébként, meg kell mondjam, hanem ettől teljesen független. A lényeg azonban a következő, kérem szépen, az agy. Engedjék meg, hogy itt felolvassak két idézetet az agyra vonatkozóan. Az egyik úgynevezett Paskó Rakics. Paskó Rakics, aki egy nagyszerű neurobiológus, a Yale Egyetemen dolgozik jelenleg, tehát Amerikában, többszörös Nobel-díj jelölt, a következőt mondta az agyról. Az agy az a szerv, amely megkülönböztet bennünket minden más fajtól. Nem az izomzat vagy a csontodat tesz bennünket különbözőkké, hanem az agy. Ez tökéletesen így van. És az előadás során erre is szeretnék ráutalni majd. A másik kérdés. Mi különbözteti meg az emberi idegrendszert? Ezt John Eccles, Sir John Eccles, ugye, a Nobel-díjas tudós szerint a világmindenség legcsodálatosabb és komplexebb szerkezetét más nem emberi agyaktól. Tehát mi különbözteti meg más nem emberi agyaktól? Mi az a különlegesség, ami az emberi idegrendszerben található, és amelyet meg kell fejtenünk ahhoz, hogy az ember és állatvilág közötti különbséget ténylegesen értelmezni tudjuk. És még valamit, megjegyzés most már. Az elmúlt kvázi 3 millió esztendő alatt, talán még kevesebb, az ember a törzsfejlődés során fantasztikus komplex nyelvi kultúrát fejlesztett ki. Ez a nyelvi kultúra kifejlesztése persze nem millió években, hanem 100 000 évben következett be. De a lényeg az, hogy kifejlesztette. Magyarul megtanult beszélni, és olyan anyagi kultúrát alakított ki, amelyet nem csak a nagyobb agynak, hanem az agy kvalitatív, minőségi fejlődésének is tulajdoníthatunk. Kérdés tehát, hogy az emberi agyfejlődés, ez a fantasztikus részben nagyságában, másrészt és még inkább komplexitásában 2-3 millió év alatt végbe ment agyfejlődés, hogyan történt? 2-3 millió év egyébként a biológiában is, és egyáltalán a természettörténelemben semmi. Annyi, mint a semmi. Úgyhogy 2-3 millió rendkívül rövid időszak tulajdonképpen. Ehhez képest történt valami fantasztikus dolog, ahogy kifejlődött az emberi agy. Kérem szépen, én szeretném röviden fussunk végig azokon az elődökön, akik tulajdonképpen hozzájárultak ahhoz, hogy lényegében a Homo sapiens azután körülbelül 200-300 000 évvel ezelőtt kifejlődhessék Afrikában. Az egész dolog, a fejlődés történet nagyon érdekes módon Afrikában történt. Tehát egy afrikai történet. Nézzük tehát az első ábrán mindjárt a törzsfejlődés, vagy a törzsfát látjuk, amelynél tulajdonképpen egy kettéágazást lehet látni, ugye? Egy kettéágazást, amely kettéágazást jobbra fölfelé az Australopithecus jellegű, ugyancsak hominida, a balra pedig a valódi hominida, tehát a Homo genusnak a tagjait látjuk. Azt hiszem, teljesen nyilvánvaló, hogy mind a kettőre jellemző, mind a két ágra, Australopithecusokra, tehát az elő-elő emberekre, igazából nem emberek, csak valamiféle előfajták, és a Homo habilis, Homo erectus és Homo sapiensre is az jellemző, hogy két lábon jártak. Ez azért lényeges, mert a két lábon járás tette lehetővé, hogy felszabaduljanak a kezek. Méghozzá felszabaduljon egy olyan kéz is, ami körülbelül 2 millió évvel ezelőtt, 2,5 millió évvel ezelőtt egy génmódosulást hozott létre, aminek következtében az emberek, az akkori előemberek jobboldali dominánsakká váltak már akkoriban, és ennek következtében sok minden más elkezdődött azután az agyban is. Nézzük azonban először azt, hogy mi történt később, amikor szétváltak. Ugye nem tudom, mennyire lehet látni azt, hogy igazából a szétválás után következett be az, amiről most majd beszélünk,
az agy nagyobbodása. Tehát az, ami már a homo habilis, a H mindig homót jelent, homo habilis, homo erectus és a homo sapiens, ugye egymás után, ez nem jelent egy egyenes vonalú fejlődést, azt már most kell mondanom. Ugyanis a homo habilis nagyon sok mindenben tanult már sok mindent. Például a kokáj tudott már eszközöket, már a homo habilis is eszközöket készíteni. Sőt, a homo erectus már tüzet tudott gyújtani, hogy ott a hús megsüsse. Úgy ő is ilyen igényes volt már a húsokra. És hát a homo sapiensről pedig nem kell beszélni, mert itt vagyunk. Tehát a következő történt. Ugyanakkor tessék megfigyelni, hogy milyen agy nagyságokról beszélünk. Homo habilisnál már 650, a legnagyobb Australopithecusnál is, ugye Australopithecus bojcai, nál csak 500, és nem is növekedett tovább. Az Australopithecusnál megrekedt ezen a szinten. A kérdésre, amit majd nyilván föltennének, a következő a válasz. Miért rekedt meg itt, és miért nem a homo vonalon? A homo vonalon azért nem rekedt meg, mert az akkori elődök, homo habilisok is, kezdték megunni a növényi diétát. Ugye a többiek viszont nem, az Australopithecusok továbbra is ragaszkodtak a növényekhez és a gyümölcsökhöz. Viszont a homo genus az pedig szépen azt mondta, hogy nem, nekem nem kell annyit ennem a gyümölcsökből, stb. Mentek ki a tengerpartra, találtak kagylókat, sigákat, majd később halat is, tehát elkezdtek húst tenni. És ez a kettős diéta, tehát hogy növények és húsok, ezt tette lehetővé például, sokan azt mondják, ez indította meg az agyfejlődésnek az óriás és nagyon gyors kiugrását. Kérem szépen, 12 ilyen hominid fajról tudunk, hogy voltak. Annak idején a paleontológusok legalábbis ennyit sorolnak föl. Ezeknek jelentős része, hogy Australopithecus volt. A legismertebb az Australopithecus africanus. Így hívták, kérem szépen, aminek az egyik tagja a Lucy. Talán sokan hallottak erről. A Lucy, aki egy ilyen leányka volt, Australopithecus lányka volt, de ez az, aki teljes mértékben föl tudtak deríteni, és akkor derült ki, hogy az Australopithecusok épp úgy, mint a homók, két lábon járnak. Tehát a kétlábos járás az egészen általános volt. Tehát 12 faj, csak mi maradtunk meg, a homo sapiens. Itt talán lehet is valamit látni ebből, és azt is, hogy körülbelül mikor a tehető ezeknek a virulása, hogy így mondjam, a homo sapiens 350 ezer évvel ezelőtt már kialakult. Olyan mértékben kialakult, hogy tulajdonképpen megvolt az a feje, az agya is igazából már eléggé nagy volt, még nem volt teljes, de elég nagy volt már, tehát tudott volna valamit tenni, de mégse tudott, mert nagyon sok teljesítményre nem volt képes. Hogy egyet mondjak, nem tudott még beszélni. És miért nem tudott beszélni? Azért, mert még nem alakult ki az a kétfélteke elválás, ami nálunk, ami ránk jellemző. Tehát az, hogy a beszéd, nem alakult ki a beszéd központ. Nem alakult ki az a struktúra, ami lehetővé tette kb. 100 000 évvel ezelőtt, az, hogy ne csak beszédközpontunk legyen a bal feltekébe, hanem a beszédet ki is tudjuk mondani. Tehát a motoros központ nem volt elég, kellett hozzá az izomzatnak is a megfelelő koordinációja, ez 100 000 éve. Tehát hiába volt 350 000 évvel ezelőtt a homo sapiens, megvolt, még nem tudta magát teljes mértékben, sőt egyáltalán kiélni ilyen szempontból. A homo sapiens neandertalensisről, tessék megnézni, ez valóban 250 000 évvel ezelőtt jelent meg, méghozzá elsősorban Európában, nem is annyira Afrikában. Tehát valahol átvandoroltak közben ezek a neandertalvölgyi emberek, és Franciaország, Spanyolország, mai Közel-Keleten lehet találni ugye maradványokat, amelyek jelzik, hogy ezek éltek. Tulajdonképpen ugyanolyan nagyságok voltak, mint a mellettük élő, most már homo sapiensek, de egy érdekességet szeretnék itt megmutatni, nevezetesen azt, hogy az agyuk az valamivel nagyobb volt, mint a mi mai agyunk például. Tehát jóval nagyobb voltak olyan leletek, ahol 1600 grammos agyat tételeznek föl. Tehát hatalmas agyuk volt, egy. Kettő, volt beszédközpontjuk is, csak egy nagy baj volt a neandervölgyi embereknél az, hogy hiába volt meg a beszédközpontjuk, hiába volt aszimmetrikus a két agy, a félteke,
azért nem tudtak beszélni, mert a gégefedő, és milyen kis finomságokon múlik, a gégefedőjük nem állt helyesen. Ennek következtében példának okáért nem tudtak, magánhangzókat nem tudtak kimondani. Más hanghangzóknál az örögni kellett, az még ment. De igazából nem alakult ki egy folyékony beszéd, sőt beszéd sem. Csak hangokat tudtak kiadni. Úgyhogy sokan azt tételezik föl, hogy igazából ez volt azután a kihalásuknak, ez 25 ezer évvel ezelőtt élt az utolsó neandervölgyi ember, kihalásuknak az oka, hogy nem tudtak beszélni. Tehát nem volt megfelelő kommunikációjuk. A Homo sapiens, ugye, amint látjuk, 195 ezer évvel ezelőtt tényleg már megvolt teljes vértezetben. Na most a kérdés az, hogy ez a Homo sapiens, mondtam, hogy a neandervölgyi ember már kín volt. Mikor került ki a Homo sapiens, ami előlünk? A valódi Homo sapiens, a Homo sapiens sapiens. Oda szokták tenni még egyszer a sapienset azért, hogy teljesen biztos legyünk benne, hogy ezek mi vagyunk. Mikor ment ki Afrikából? Pontosan tudjuk most már éppen a Y-kromoszóma, az, ami tulajdonképpen csak a férfiakra jellemző, ugye? Az X-kromoszóma az mind a két nemre. És ez a plán, vissza tudták következtetni a kiváló genetikusok, hogy mikor volt először olyan férfi Afrikában, Homo sapiens, akinek megvolt ez az Y-kromoszómája, hát kiderült, hogy már 300 ezer évvel ezelőtt is megvolt. Mikor jöttek akkor ki? Ezt visszakövetkeztették abból, megint csak egy genetikai vizsgálat, az Y-kromoszóma, ezt mondták 69 ezer évvel ezelőtt, vagy 66 ezer évvel ezelőtt. Jöttek ki az első valódi Homo sapiens, férfiak és nők egyaránt. Nagyon érdekes, hogy egyszerre, nem sokan, körülbelül 4000. És azt mondják, hogy persze követték másik hullámban többek is, de az első 4000-nek nagyon sok utódja ma is ugye, közöttünk él valahol. Tehát 4000 eredeti ember jött ki, Homo sapiens jött ki, majd utána aztán jöttek többek is. Kérem szépen, nagyon érdekes, hogy az agysúlyok hogyan változtak, itt megint csak felsorolnám, afarenzis, a borsa, tehát a két Australopithecusnak az agysúlya az viszonylag kevés, a Homo habilis az már nagyobb. A Homo habilis nagyon sok mindent tudott, már tudott egyébként eszközöket gyártani, tehát nem volt olyan buta, mint amilyennek látszik, és az erectus pedig egy külön tészta, külön történet az erectus. Homo erectus azért lett így elnevezve, mert teljes mértékben ki tudott egyenesedni. Nem úgy, mint sokan közülünk, akik már idősebbek vagyunk, és nem tudunk már teljesen kiegyenesedni, de a fiatalok még annál inkább. Tehát kérem szépen, az erectus az kiegyenesedett, és ami nagyon érdekes, ez már jóval a Homo sapiens előtt kivándorolt Afrikából, nem volt megelégedve Afrikával, és elterjedt egészen Kelet-Ázsiáig mindenfelé. Olyannyira, hogy átmentek Amerikába is. Hogy tudtak átmenni? Nyilván nem úsztak, hanem akkor még a Bering szoros, az nem szoros volt, hanem egy nyelv, egy földnyelv, ami keresztül Alaszkába át tudtak, át is mentek. És onnit aztán mentek szépen le délre. Az a megdöbbentő, hogy körülbelül 15 ezer évvel ezelőtt jelentek meg az első későbbi indiánok itt, és 15 ezer év alatt le tudtak menni egészen Amerika déli csücskéig. Pedig nem üldözte őket senki tulajdonképpen, de ők ilyen vándorló típus emberek voltak. Hát kérem szépen, tehát a Homo sapiens szétterjedt mindenfelé, így kerültek át Amerikába. Ugye itt látjuk azt, hogy hogy néz ki az embernek az agya, és hogy néz ki a csimpánzé, ami a legközelebbi rokonunk, ugye? Hozzá kell tegyem, hogy az ember fejlődése körülbelül ezelőtt, 5-6 év, millió évvel ezelőtt indult el, akkor vált szét, a ködös őstől, a ködös ős, a csimpánz és az ember ködös őséről van szó. A csimpánzok maradtak ugye a fák között, nem jöttek le a tengerpartra, az emberelődök viszont igen, lementek egészen a tengerpartra, és ott próbáltak maguknak élelmet szerezni. Ennek a következménye az, hogy a csimpánz maradt eredeti agysúlyánál. Eredeti agysúlya az körülbelül 400-500 gram maximum, míg az ember ugye hatalmasra fejlődött. Miért? És akkor az okokat kell megtalálni. Az agytérfogat nagyobbodás lehetséges okai, hát az egyik az, hogy diéta, tehát a táplálkozás. A másik ok a szocializáció, nagyon fontos. És harmadik, a legfontosabb, amire szeretnék majd nagyobb súlyt helyezni, az pedig a genetika.
Említettem, hogy az ember előd tulajdonképpen azért kezdett el húst tenni, mert talált húst. Ugye részben a folyókban, részben pedig a tengerparton ugye hozzájutott megfelelő húshoz. Ez általában puhatestű volt, vagy pedig hal. Csak nagyon később szokott rá arra, hogy emlősöket is egyen példának okáért, de eleinte nem. A lényeg azonban, hogy hús. És miért volt lényeges a hús? Mi volt előnyös a húsnál a növényekkel szemben? Hozzá kell tegyem, hogy a növényeket mindig evett, mint hogy ma is mindenki eszik valamilyen növény, akár kenyeret, ugye, ami ugyancsak növényi termék, tehát a kettőt mi kombináljuk. Ők is kombinálták. Miért volt fontos a hús? Azért kérem szépen, mert abban, főleg a tengerparti ilyen puhatestőeknél, halaknál nagyon fontos zsírok vannak. A omega-3 és omega-6 zsírsavak, amelyek nagyon fontosak az emberi agy, de egyáltalán mindenféle idegrendszer fejlődéséhez, amennyiben az idegsejteket látják el ezekkel a zsírsavakkal, amelyek tulajdonképpen az idegsejteknek a membránját építik föl jelentős mértékben. Tehát kell ahhoz, hogy idegsejt szaporulat legyen, és kell az is ahhoz is, hogy növekedjék maga az agy. Tehát volt egy agynövelő szerepe a húsevésnek. Egyébként a húsevés igazából dominánsan nem olyan későn, körülbelül 1 millió 600 ezer évvel ezelőtt, akkor kezdtek rá nagyon a húsevésre, addig csak úgy eszegettek. De ez az eszegetés is elegendő volt ahhoz, hogy kicsit növekedjék az agy. Az igazi agynövekedés az 1 millió 500 ezer év után kezdődött el igazából, de nem csak húsevés miatt, hanem mindjárt rátérek egy gén miatt is, vagy kettő gén miatt, amelyek ebben szerepet játszottak. A másik tényező, amit láttunk itt, az ugye a szocializáció. A szocializáció, és itt engedjék meg, hogy olvassam ezt a részt, már 1992-ben, tehát mostanában, kimutatták, hogy a főemlősök esetében, és mi is azok vagyunk, direkt kapcsolat áll fenn a csoport, egy itt lévő csoport, és a neokortex nagysága között. Stanford, ez volt a kutató, szerint a csoportban való élés fő eleme az a képesség, hogy kooperációban vadásszanak, mint csoport. Akkoriban az volt majdnem az egyedüli nagy szórakozás a vadászat, ami nem csak szórakozás volt, hanem ez volt az élelemszerzésnek is a egyedüli lehetősége. Tehát a társadalmi elem is szerepel továbbiakban, nem csak vadászat, mint például a kokaira vadászat eredményének együttes felhasználása, ma is van ilyen, a vadászok miután leölték a nyulat, vagy az őzet, akkor utána egy vadászvacsorát költenek el, ugye? Hát itt is ez volt. Felhasználása, vagy a vadászat eredményének együttes átváltása más értékes dolgokra. Az ilyen nagyon értékes anyagoknak a birtoklása tulajdonképpen hatalmat, és ez mind a neokortex fejlődését favorizálta, hatalmat és státuszt jelentett. Érdekes módon az emberi vadászó gyűjtőkető társadalmakban a nőstények előnyben részesítik a sikeres vadászokat, mint a szaporodáshoz legalkalmasabb partnereket. Ez régebben is így volt, és talán még ma is vannak nyomai ennek a dolognak. Tehát ez a két dolog, a diéta és a szocializáció, amely egyébként társadalmi mosította tulajdonképpen az egyéni képességeket is, nagyon fontos volt a neokortex, tehát a kéreg fejlődésében, a diéta pedig általában az agy fejlődésében. Azonban, ami nagyon-nagyon fontos volt, az a harmadik tényező, az a fejlődés genetika. A fejlődés genetikában a genetikai vizsgálatok 2003-tól, kérem szépen, addig is voltak, de ahol nagy áttörés volt, az 2003-4-ben Chicagóban történt meg. A mai napig történnek ilyen vizsgálatok egyébként, fantasztikusan felszaporodtak már. Tehát a legújabb időkben hoztak nagyon fontos eredményeket. Ezek a tanulmányok arra utalnak, hogy azok a gének, most tessék figyelni, amelyek kontrollálják az agy fejlődését, komplexitását és nagyságát, sokkal gyorsabb evolúción mennek keresztül
az emberelődökben és az emberben is, mint a nem emberi főemlősökben és más emlősökben. Ez egy nagyon fontos kitétel. Tehát sokkal gyorsabb evolúció. Föl van gyorsítva az evolúciónk. A kutatók megszámolták a DNS frekvenciában található változásokat. Tehát a dezoxiribonukleinsavról van szó, az a génnek az alapanyaga, amiből az adott gén evolúciós sebességét határozták meg, méghozzá olyan módon, hogy megszámolták a DNS változásokat az eltelt millió években mérhető evolúciós időben. Ezzel a módszerrel kimutatták, hogy az agyhoz kapcsolódó gének sokkal gyorsabban terjedtek el az embereknél, mint más emlősökben. Ezen túlmenően az evolúciós sebesség sokkal nagyobb volt az emberekhez vezető vonalban, tehát az utolsó 5-6 millió évben. Ezen túlmenően azt találták, hogy a fejlődéshez tartozó gének, és ezekből nagyon sok volt az ismeretek szerint, de 17 olyan fejlődéshez kapcsolódó gén volt, amelyek alapvető szerepet játszottak. Ebből a kettőben is, tulajdonképpen 17-ben is kettő volt különösen fontos, és mindjárt mutatnám, hogy mi az a kettő. Nem, még előtte a molekuláris evolúció, amely a lényege volt tehát ennek a fejlődés genetikának. Van a protein evolúció, aztán a gén veszteség. Génveszteség megint csak fontos része volt, csak egyre tessék gondolni. Mindjárt hozok egy másik példát is. Ugye mi jelenleg viszonylag kevés, még a férfiak is, kevés szőrrel rendelkezünk. Hajunk, mintha elveszett volna, ahhoz képest, ami van a gorillánál vagy a csimpáznál, tehát a unokatestvéreinknél. Mi történt? 240 ezer évvel ezelőtt volt egy olyan génvesztés, amelynek következtében valamilyen keratin szabályozó gén eltűnt. És ennek következtében megszűntek azok a nagyon erős szőrök és hajak, amelyek egyébként jellemezték az emberelődőket is. Innét kezdve az ember mesztelen lett, magyarán szólva. Ilyen szempont. 240 ezer, tehát génvesztés okozta. Ezen kívül még talán valami 80 gén veszett el, génünk veszett el az emberi fejlődés, agyfejlődés közepette. Ezek között a leglényegesebb 30 olyan gén, amely a szagló receptorokat regulálta, szabályozta. Szagló. És ennek is lehet a következménye, hogy nem emberrel, hanem kutyával próbálják megtalálni a gyilkosnak a útját, mert nagyon jól szaglásuk. Nálunk ez nem következett be, nálunk bekövetkezett. Többek között azért is, mert csökkent maga a felület is, ahol a receptorokat el lehetett volna fejezni. Következő, MYH16, ugye? Ez egy nagyon fontos lépés volt az emberi agy fejlődésében, körülbelül 2.400.000 évvel ezelőtt. Ez a gén, ami szabályozta a rágó, a nagy rágóizomnak a miozin, tehát tartalmát, mutáció esett keresztül. A mutáció változás lényege az volt, hogy eltűnt két DNS szekvencia belőle. Többi az megmaradt, tehát a másoknál, állatoknál továbbra is megvan, csak az embernél tűnt el. És ennek következtében a nagyon erős rágóizom eltűnt, de nem csak az erős rágóizom, hanem eltűnt az is, ahol eredt és tapadt ez a rágóizom. Az egyik része, és ez a fontos, a koponya tetején egy krisztában, egy csontkrisztán tapadt. Na most ez miután az izom eltűnt, maga is eltűnt. És azért volt érdekes, mert úgy találják, azt találták, hogy ennek a léte redukálta a lehetőségét a koponyacsontoknak, hogy táguljanak, nagyobbak legyenek. Tehát ennek az eltűnése után kezdődött az agykoponya nagyobbodása. Márpedig az agy nagyobbodása agykoponya nélkül nem megy. Tehát tulajdonképpen itt volt egy nagyon nagy áttörés, ekkor volt lehetőség arra, hogy az agy megint csak növekedjék. Ezért is nevezték el ezt a gént a gondolat előszobájának, mert tulajdonképpen ez indította elő ezt a folyamatot. És akkor most jön az a két gén, ami különösképpen fontos volt az agy nagyobbodásban, de nem csak a nagyobbodásban, hanem szerkezet kialakításban is. De itt most csak az agy nagyobbodásban. Az egyik az ESPM,
abnormal spindle-like microcephaly associated, ebben már benne van, hogyha ez abnormális, akkor mikrokefáliát idéz elő. Tehát kisfejűséget, kis agyat fog termelni, ugyanúgy, mint a másik, amely a mikrokefalin, ami az agynövekedést indította meg, vagy folytatta. Mind a kettő körülbelül 4-5 millió évvel ezelőtt már jelentkezett, és elkezdett változni, mindaddig, amíg be nem következett az az agynagyság, amelynek ma is tanúi vagyunk. Nagyon érdekes, hogy ezek a változások különböző aléleket, tehát gén aléleket hoztak létre. Így például az egyiknél, a mikrokefalinnál az új alél 37 ezer évvel ezelőtt alakult ki. Ami nagyon érdekes, hogy hol alakult ki? 37 ezer évvel ezelőtt, itt Európában. Illetve nem csak Európában, hanem Ázsiában is, és Amerikában is. Afrikában nem. Afrikában nincs ilyen génmutáció, vagy ha volt ilyen génmutáció, akkor az idők során megerősítés hiányán eltűnt. Na most ezt sokan úgy próbálják felhasználni, hogy íme egy különbség a feketék meg a fehérek között. Nagyon rosszul teszik, mert nagyon sok különbség van a feketék és fehérek között, amit genetikailag megmagyarázható, például a mozgásrendszernek a szabályozása, ami a feketéknél általában messze jobb, mint a fehéreknél. Tehát vannak ilyen különbségek. Ez a 37 évvel ezelőtt bekövetkezett allél azonban csak arra jó, hogy valamit megindított. Valamit, amit civilizációs forradalomnak neveztek itt Európában, és gondolom, hogy Afrikában talán kicsit később alakult ki ugyanez. Említettem, hogy az ember valamikor megtanult beszélni. Nagyon érdekes, a csontleletekből is vissza lehet vezetni, hogy a beszédközpont, ami balféltekén van, az már 100 000 évekkel ezelőtt, tehát már körülbelül 600-700 000 évvel ezelőtt megvolt, kialakult. Pedig az előember még akkor nem használta a beszédre. Valami másra használta, azt is megmondanám, hogy mire. Ugye kialakult a jobbkezűség. Nem a jobboldalúság, hanem a jobbkezűség. Jobboldalúság is kialakult persze, de ez még nem volt politikai jellegű. Tehát a jobbkezűség, amelynek következtében, amikor valaki integetett gesztikuláció, kérem, hogy alakult ki a beszéd? Úgyhogy a gesztikuláció nagyon fontos része volt a beszédtanulásnak, még mielőtt beszélt volna, a kommunikációnak. Tehát elsősorban a jobb kezét használta arra, hogy integessen vagy mutogasson valamit az előember, aminek a pályák kereszteződése miatt a balféltekében pontosan itt a beszédközpontnál van a tükröződése. Tehát amikor jobb kézzel, annak idején jobb kézzel integetett, a kommunikáció és az információ tulajdonképpen ide került át a balféltekére. És azt mondják, hogy tulajdonképpen ez indította be a beszédközpontnak a fejlődését, még mielőtt tudott volna beszélni az illető. Mikor kezdett el beszélni? Akkor, amikor alkalmassá lett téve az úgynevezett orofaciális izomzat. Orofaciális izomzat az annyit jelent, hogy a nyelven és a beszéddel kapcsolatos szerveknél tapad és ered, ezeket hozta rendbe. Hozta úgy rendbe, hogy most például valamennyiünk tud még beszélni. Tehát a motoros részt az kialakulhatott, és ennek a génje a FOXP2-es nevű gén, ami körülbelül 80-100 000 évvel ezelőtt alakult csak ki az embernél. Addig is megvolt, de akkor volt az a mutáció, ami valamiféleképpen soha nem tudjuk hogyan kialakította azt, hogy ennek a génnek van egy olyan szerepe, egyéb szerepe is van, ami lehetővé teszi, hogy a motoros kommandokat, ami az agyból jön, azt beszédé alakítsa át. Nagyon érdekes, hogy ezt a gént még az egérbe is meg lehet találni, csimpánznál is. Különbség nagyon kevés. Egy vagy két, vagy összesen három aminosav különbség van ezeknél. Úgyhogy igazából talán 217 aminosavból áll az a fehérje, amit ez a gén termel, vagy ad le, vagy expresszál. Ebben összesen három olyan aminosav cserélődött ki,
717-ben, amely miatt a csimpánznál megvan, de beszélni azért nem tud vele. Tehát erre alkalmatlan. Ugyanaz az egérnél is. Tehát az egész emlős társaságon végigment ez a gén, meg is van. Másra valószínűleg használják, mint hogy az ember is másra is használja. Azt mondják, hogy ez nagyon fontos nem csak a beszédnél, hanem a kognitív folyamatoknál is, tehát a tudati folyamatoknál is, mint hogy beszédről van szó, ugye részt vesz a kognitív folyamatok bizonyos részében. Következő nagyon fontos génünk a prodinorfin. Kérem szépen, prodinorfin, ez egy fantasztikusan érdekes gén, ugyanis maga a gén nem változik, csak az expressziója. Csak azok a pontok, amelyeken keresztül különböző fehérjéket tud leadni. És ez a különböző fehérjék alkotják tulajdonképpen a mutáció lehetőségét. Minden 8 vagy 10 helyen különböző fehérjéket adok le, tehát különböző módon befolyásolom a folyamatokat. Hát ez a prodinorfin, azért prodinorfin, mert elsősorban az opiát receptorokra hat. Ez kérem szépen a kogníció, tehát a tudatos tevékenységben vesz részt, a memóriánál nagyon fontos, percepciónál, tehát az érzékelésnél, úgy a hallás, mint a látás érzékelésnél, és hát magatartás szabályozásban is részt vesz. Tehát ez egy nagyon fontos génünk, a prodinorfin, amely egyébként már 3 vagy 4 millió évvel ezelőtt ugyanígy megvolt. Tehát maga a gén nem változott, csak a fehérje expressziója. És ez fontos megjegyezni, hogy a legtöbb génnél nem maga a gén változik, hanem a fehérje kibocsátása a ribonuklein savon keresztül. Van még egy, amely ugyancsak a kogníció, tehát tudati tevékenységeket, ez pedig a DUF, DUF 1220. Ez egy génduplikációs anyag. Tehát olyan gén, amely duplikálta magát, vagy duplikálták őt, tehát megkétszerezték. Kérem szépen, ez nagyon fontos része tulajdonképpen az ember agyi fejlődésben, hogy a gének képesek arra, hogy megkétszerezzék magukat. És a kétszeret az annyit is jelent, hogy két allélből az egyik marad az eredeti funkciónál, a másik pedig új funkciókra lesz képes. Ez különösen az agykéreggel kapcsolatos folyamatoknál fontos. Ez a DUF 1220-as is tulajdonképpen a kognícióban úgy vesz részt, hogy az agykérgi hálózatoknak a finomításában vesz részt valamelyik alélje. És akkor most jön a legfontosabb gén, ezt érdemes különösképpen megjegyezni, ez a HAR1, ez a Human Accelerated Region. Kérem szépen, ezt nem régen fedezték föl, talán 3 éve vagy 4 éve, hogy van 48 olyan hely, amely tulajdonképpen sokkal gyorsabban változik emberi agy, fejlődő agyban, mint a rokonoknál. És ezek közül is van 2 vagy 3, a HAR1 példának okáért, HAR1F különösképpen, amely rendkívül gyorsasággal tud mutálni, változni. Ez azért érdekes, mert maga ez a gén megvan mindenütt. Tehát megvan a csimpeknél és a csimpánzoknál is, és megvan még a csirkébe is. Tehát egy rendkívül tartós génről van szó, ami nem igen szeret változni, hiszen a csirke HAR1-je és a csimpánz HAR1-je között az a nagyon lényegtelen különbség van, összesen 2 DNS szekvencia az, ami különbözik. 2. Az emberi HAR1 és a csimpánz HAR1-je között már 18. Tehát ez jelzi, hogy egy fantasztikus, földgyorsult mutáción esett át ez a HAR1, miközben a funkciója is finomodott vagy változott. A funkciója elsősorban az lett, hogy az agykéregnek nem csak a nagyságát, bár azt is, hanem a szerkezetét is befolyásolta. A nagyságára vonatkozóan azt kell mondjam, hogy a HAR1-nek tulajdonítható, hogy az agykéreg 3-szorosra nőtt a fejlődő emberi ember. De nem csak 3-szorosra, a préfrontális kéreg, tehát az előhomloki lebenynek az is kéreg, az 6-szorosra. Tulajdonképpen azért, mert ez különösképpen fontos az emberi tevékenység szempontjából, tehát a préfrontális kéreg. Tehát egy rendkívül fontos funkciója van ennek a génnek, nevezetesen ugye a kéreg későbbi 6 rétegének a kialakítása, és a 6 rétegen belül a hálózatoknak a kialakítása.
Kérem szépen, a következő, amiről csak említésszerűen említettem, van préfrontális kéreg, ugye, amely sokkal erőteljesebben fejlődik, mint a neokortex többi része. Préfrontális kéreg miért? Mert a préfrontális kéregben vannak azok a dolgok, történnek azok a dolgok, amelyek nélkül tulajdonképpen nincsen kogníció, nincsen tudatosság sem. Tehát, ha mondunk valamit, például azt, hogy 2x2=5, akkor azt igazoltatni kell a préfrontális kéreggel. A préfrontális kéreg ilyenkor rögtön mondja, hogy ez hamis. Tehát visszajelz, hogy nem jó. 2x2=4, az rendben van. Kérem szépen, a skizofrénia. Tudjuk, hogy a 23 vagy mennyi elmebetegség körében a skizofréniának is van többféle fajtája. Az a skizofrénia az a fiatalok számára, amikor valaki elkezd fejetlen testeket látni, úszni a levegőben, szóval mindenféle hülyeséget. Kérem szépen, ez miért történik, miért történhet meg? Azért, mert valahol az agyalapon kialakulnak ezek a látványok, valahol, esetleg a hipokampusznak a segítségével, és ezek átmennek egy reality központon, tehát egy valóság központon, ami a préfrontális kéregben van, mind a két oldalon. És ez a realitás központ, ez ad utat, ha megfelelőnek tartja, vagy pedig gátolja le a további útját, föl a kéregbe, az agykéregbe, hiszen ez a látvány, ez mind az agykéregben lesz tényleg látvány. De amennyiben átmegy minden további nélkül, akkor bármi látványá lehet. Úgyhogy a préfrontális kéregnek van egy ilyen cenzoriális szerepe is tulajdonképpen, amely nagyon fontos egyébként a továbbiakban. Ha ezt megnézzük most, hogy az agy hogy alakult itten, az agy koponya hogyan alakult ki, az Australopithecus-tól egészen a Homo sapiens sapiensig, látjuk, hogy ez a vonal jelzi, hogy valahol a koponya úgy alakult, hogy az első része, a frontális része, az bővült. Nagyon bővült, és pontosan ezt tette lehetővé, hogy ebben a bővülésben maga préfrontális kéreg, előhomloki lebeny is részt vegyen ebben a bővülésben. És ennek a következménye az, hogy itt most csak az agyakat látjuk, hogy a satírozott rész az jelenti itt a préfrontális előhomloki lebeny. Még az agykéregre egy kicsit visszatérek egy pillanatra, ugyanis az agykéreg az nagyon szép, nagyon jó, ahogy hálózatok alakulnak ki bennünk, meg sejtek, meg óriás. Kérem szépen, az agykéregben nagyon sok idegsejt van, az agyban egyáltalán. Ez egy érdekes dolog volt annak idején, amikor én elkezdtem ezt a neuroanatómiát, akkor 1950-es évek végén, akkor mi úgy tudtuk, hogy az agykéregben összesen, vagy az agyban összesen 50 millió idegsejt van. Aztán ahogy ment előre az idő, úgy fölment 100-ra. Majd 1970-es években már kérem szépen 1 milliárdnál tartottunk. Aztán jöttek a későbbi időszak, aztán 2 milliárd, 10 milliárd, jelenleg 200 milliárdra mondják az idegsejt számot. Kérem szépen, hogy ment föl ilyen fantasztikus gyorsasággal 50 év alatt az idegsejt szám az agyban? Nagyon gyors volt a fejlődés, ugye? Nagyon gyors volt a neuroanatómiai technológiai fejlődése, ami ezt lehetővé tette. Az idegsejt szám az valószínűleg nem ment följebb, sőt, ma már vannak olyan adatok is, amik azt mondják, hogy az elmúlt időszakban csökkent már a számuk, maga az agy is kisebb lett valamivel, de én ezt nem hiszem el. Ahogy itt körülnézek, látszik, hogy mindenkinek nagyon, nagyon szép nagy agya van. Tehát ez egy Gall nevű tudósnak volt 1820-as években a elképzelése arról, hogyha már van ez az agykéreg, akkor mit csinál? Egyáltalán az agy hogyan működteti magát? És tessék megnézni, itt lehet különböző tulajdonságokat festett föl, ide, ahogy ő elképzelte. Kérem, kalkuláció, nyelvek, stb. A nyelvekre nagyon keveset hagyott, tehát úgy látszik, hogy nem tartott a fontosnak. Tehát a különböző tulajdonságokat szépen a vidámságot idetette, ő így próbálta elképzelni. A lényeg azonban az ebből, nem az, hogy ez igaz, persze, hogy nem igaz. De a lényeg az, hogy
elkezdték keresni, hogy hol található mondjuk a látásnak, a hallásnak, és a különböző, és egyéb valóban kérgi tulajdonságok hova lokalizálhatók. Hát akkor még nem tudták. Mi kellett hozzá? Valami egészen más, az, hogy rájöjjünk arra, és erre egy francia kutató, Broca jött rá, hogy kérem szépen a beszéd, amivel mi nagyon büszkék vagyunk, amire nagyon büszkék vagyunk, ez balféltekés, tehát ez a balféltekében található. Ehhez szükség volt tulajdonképpen egy nagyon érdekes műtétre, még azt szeretném elmondani, ami kiderítette azt, hogy a mi két féltekénk, a bal és a jobb félteke más és más tulajdonságokkal és funkciókkal rendelkezik. Ehhez azonban a két féltekét el kellett választani. Na most ez nem egy emberkísérlet volt, hogy így mondjam, hanem ez egy embermentés volt, Kaliforniában csinálták, ahol az epilepsziánál, epileptikus görcsöknél, ami a kéregben alakul ki, az az érdekes, hogy vannak olyan erőteljes görcsök, amik a corpus callosumon keresztül, tehát a kérges testen keresztül, ami itt most át van vágva, ugye, itt lenne ez a corpus callosum, kérges test, ezen keresztül állandóan informálják egymást a féltekék. És a epileszes görcsnél pedig az információ sajnos egy nagyon rossz információ volt, mert ugyancsak görcsbe hozta a másik oldalon, a tükörfókuszban, és a tükörfókusz megint visszaingerelte. Tehát egy olyan mértékű, állandó ingerült állapotba került, ami időnként már nem volt másképpen lecsökkenthető, pedig nagyon fontos volt, mert hiszen halálos is lehetett, ha úgy, hogy átvágják azt a corpus callosumot, ezt átvágták, és ekkor a bal fétekét és a jobb fétekét külön-külön tudták vizsgálni. Kaliforniában kezdődött, egy Roger Sperry nevet érdemes megjegyezni, Sperry nevű kutató, aki ezért Nobel-díjat kapott egyébként, ezekért a vizsgálatokért. Fiatalabb korában a gőték agyával foglalkozott, illetve a gőték viselkedésével. Ezek a vízi gőték, tehát amik a picikék. Ezekkel foglalkozott, hogy ezekben az idegsejtek hogyan próbálnak eljutni egy másik idegsejthez. Tehát neurokémiával foglalkozott. És 50 éves korában jött rá, hogy tulajdonképpen milyen érdekes ez a dolog a két féltekével, és tekintettel arra, hogy ott abban az intézetben dolgozott, ahol éppen csinálták az operációt, vállalta, hogy akkor ő megvizsgálja őket. És innét kezdve ettől lett híres, hogy a két félteke külön-külön szakértője lett Roger Sperry-re. A másik érdekessége pedig az, ami nem csak az ő érdekessége, hanem minden valamire való neuroscientistnek, idegtudósnak, amikor elhagyja 70 évet, akkor elkezd filozofálni. Neurofilozófus lesz belőle, és megpróbálja megoldani a lélek rejtejét, meg az agy rejtejét, szóval mindenféle rejtélyeket. Kérem szépen, az összes, azt kell mondjam, az összes nagytudós 70-75 éves korában errefelé tendál. Szent Ágottai hasonlóképpen, de ő azért sokkal reálisabb problémát próbált megoldani. Persze egyik se tudja megoldani, de azért csinálják. Ez a lényege. Még a Sperry-féle kísérletek előtt volt azonban egy nagy döntő áttörés. Ez volt a Broca, professzor Brocának a felfedezése, aki egy patológus volt egyébként, neuropatológus, hogy a beszéd központ, a motoros központ, az a bal féltekében található. Itt. Azóta tudjuk, hogy ez csak 96%-ra érvényes. 4%-ban itt is a jobb féltekével beszélünk. De ez nem jelent semmiféle különbséget. Tehát általában a bal félteke, ami beszél. A jobb féltek ennél következtében csöndes, ha néma, ahogy szoktak mondani. Na most kérem szépen, ez az ábra azt mutatja, hogy hogyan próbálták később megállapítani azt, hogy hol van a beszédközpont. Pontosan meg kell állapítani idegsebészeknél, hogy be lenne vágja annak, amikor egy tumort akarnak eltávolítani. Ezért eltávolították a skalpot, és finom mikroelektród tükkel ingerelték a bal agykérget, és közben beszéltették az illetőt. Hozzá kell tennem, hogy a agykéreg egyáltalán az idegszövet nem fáj, nincsen fájdalma. Tehát itt sem volt. Tehát beszéltették az illetőt, hogy beszéljen, mondjon egy verset, mondjuk hősvéltől például a sódja, a szélsó hajt, és ha valami
baj volt, akármi, akkor tudták, hogy oda nem szabad menni. Tehát itt kipontozták, itt próbálták meghatározni a beszédközpontot. Ebben a beszédközpontban persze benne van már a érzőközpont és a hallóközpont is. Tehát a két központ, a motoros központ, a broka, a vernika, az pedig a hallóközpont, alkotja tulajdonképpen a beszédcentrumot. A kettő között van egy ilyen ívszerű, arcus angularisnak hívott rész. Ez azért lényeges, mert ennek a lépsége, ennek a pontos ismerete szükséges ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, ha a gyereknél például nem jó a beszédkészség eleinte. És ilyenkor közben lehet aktarodni. Itt ez egy érdekes adat. A nők nyelvi központjában 11%-kal van több, mint a férfiaknál. És nem véletlen ezért, hogy a nők egy nap, ezt japánok állapították meg, de itt Európában, 20 000 szót használnak egy nap. Nem ugyanazt a szót persze, hanem váltogatják erre is, meg arra is, és a férfiak csak 7 000. Tehát valóban van egy ilyen, a nők szeretnek beszélni. Ennek biológiai oka is vannak. Roger Sperry megalapított sok mindent a balféltekéről, ott van a beszédközpont, ott van kérem szépen a írni, olvasás, számolás központja, és az elvont gondolkodás nagyon fontos, és tulajdonképpen ide kapcsolódik. Igazából ami legfontosabb, hogy az én tudat, tehát hogy ki vagyok én, az a balféltekének a tulajdonsága. A jobbféltekének viszont legalább ilyen fontos tulajdonsága az, hogy műveltség, tehetség, térbére, képzelet és kreativitás, valamint a zene. A képzelet azért fontos, hogy jobbféltekét tudjuk, hogy hol van, és egyáltalán van, mert a gyerekeknél eznek a fejlesztése az, ami elsősorban a későbbi kreativitást kialakíthatja. Ha nincsen képzelőerő a gyereknek, és hogy lehet a gyereknél a képzelőerőt fejleszteni, úgyhogy mesélni kell neki. Tehát a kisgyerek nem csak kisgyerekeknek, 10 éves gyerekeknek is, sőt, én úgy vettem észre, még az egyetemisták is tudnak egymásnak mesélni. Tehát a mese az nem egy gyerek tulajdonság, hanem egyetemi szinten is van, sőt, felnőtteknél még inkább. A nagy mese az a kocsmákban szokott megtörténni, ahol aztán össze-vissza mesélnek. Tehát a mese egy lényeges része annak, hogy képzelőerőnk legyen, és a képzelőerőnek pedig lényeges ahhoz, hogy kreativitás alakulhasson ki. Kérem szépen, látásnak bizonyos elemei sokkal jobbak a jobb féltekében. Tessék megnézni, hogy kockát, egy ködépső, egy bal kézzel összerakott kocka, jobb kézzel összerakott. Sokkal homogénebbnek, sokkal harmonikusabbnak tűnik az modell, mint az középütt van, amit a bal kézzel, tehát jobb féltekével, ugye kereszteződés van, raknak össze. Hát akkor még annyi, a festészet néma vers, ez gyönyörű Leonardo, azt érdemes elolvasni. A költészet, vagy festészet, tehát az, hogy ezek a művészeti dolgok, ezek összejönnek valahol jobb féltekében. A zene az érzelme, gyorsírása, mondta Tolstoy, megint csak egy nagyon fontos megalapítás, amire most nem tudok kitérni. A játék megint csak nagyon fontos, egész életen keresztül. Nem csak gyerekeknél, hanem kártyásoknál is nagyon fontos egyébként, másutt is. A játék az váratlanság, ugye, a jó játék, és a kreativitás az pedig hasonlóképpen improvizáció, rögtönzés. És akkor eljutottunk odáig, hogy a kreatív ember tevékeny, kíváncsi, önbizalommal teli, kitartó. És itt van az a nagyon kreatív ember, poliszter ember, akit most ünneplünk 100 éves születésnapja alkalmából, Szent Ágatai János, aki a nagy magyar neuroanatómus volt, neurobiológus, és aki büszke volt sok mindenre, elsősorban a tanítványaira. És körülbelül volt neki 30 olyan tanítvány, aki professzor lett, 5-6 tanítványa vagy 7, akadémikus lett, és így tovább. Tehát ahogy öregedtek az emberek, mind több professzor lett és mind több akadémikus, de ezek mind valahol Szent Ágatainál tanultak. Hogy az emberi agynak ez a fejlődése miért valóban egy speciális esemény, az máig meg nem oldott probléma. Saját agykutatói véleményem azonban az, hogy az emberi agy felgyorsult evolúciója valószínűleg jól illeszkedik az univerzumot létrehozó és a fejlődési folyamatait törvényekbe foglaló teremtő terveibe. A mi feladatunk az,
hogy éljünk a lehetőségekkel, hogy megfelelőképpen hasznosítsuk, hiszen az ember eredendően kíváncsi, és még oly sok kérdés áll még ránk. Tehát ennek következtében tessék jól használni ezt az agyat. Köszönöm a figyelmet!